a következő néhány percben a MoldView nevű eszközt, alkalmazást szeretném bemutatni. A MoldView egy molekula szerkesztő és molekula megjelenítő online alkalmazás, amely a molview.org oldalon található meg. Amikor elindítjuk a weboldalt, rögtön felugrik egy ilyen ablak, amelynek az az oka, hogy ez egy ingyenes program, de szívesen veszik az adakozást, úgyhogy ez sajnos mindig felugrik, és ki kell kapcsolni, hogyha ez nem szükséges. A MoldView mindig valamilyen molekulával indul, valamilyen molekulát betölt a szerkesztő felületére. Jelen esetben ez a koffein, és bal oldalon látjuk a szerkezetét ilyen kétdimenziós változatban, jobb oldalon pedig háromdimenziós változatban. A jobboldali molekula modell az egér görgője segítségével zoomolható, és az egérrel forgatható is, mint ahogy most itt ezt én teszem. A megjelenítésen lehet módosítani, tehát hogyha a modell menüpontot választjuk, akkor például dönthetünk arról, hogy milyen háttéren jelenjen meg jobb oldalon a háromdimenziós molekula. Ha átkapcsolom feketére, akkor ez így néz ki. Valamint a modell menüpontban lehet a különböző reprezentációk között is válogatni, tehát hogyha valaki a gömbpálcika helyett egy ilyen pálcikás modellre szeretne váltani, akkor ez ilyen, illetve a térkitöltős modell is elérhető. Természetesen a bal oldalon változtathatunk ezen a vegyületen, tehát kicserélhetünk benne különböző atomokat, vagy módosíthatunk a kötéseken, viszont azt is megtehetjük, hogy egyszerre csak a kétdimenziós, vagy csak a háromdimenziós megjelenítést használjuk. Itt van ez a 2D-3D gomb, ez arra szolgál, hogyha elkészültünk egy molekulával, akkor itt generálja a jobb oldalon, legenerálja a háromdimenziós megjelenítést. Pirossal alul jelzi, hogy bizonyos esetekben nem tudja megoldani azt, hogy a korrekt szerkezet jelenjen meg, de ez, ahogyan a leírásban szerepel, nem olyan vegyületekre vonatkozik, amelyek mondjuk az iskolában előkerülnek. Hogyha itt a MoldView menüpontot választjuk, akkor látszik, hogy négyféle megjelenítés lehetséges. Ilyen, amikor csak a 3D modell látszik, tehát ez mondjuk egy magyarázathoz kiválóan használható. Ilyen, hogyha így osztjuk a képernyőt vízszintesen, lehet csak a kétdimenziós szerkezetet nézni, és természetesen lehet ez az eredeti függőleges osztatú képernyő. Itt alul ezt a piros figyelemfelhívót ki lehet kapcsolni, de minden esetben meg fog jelenni, hogyha új molekulát generálunk. No most akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet új szerkezetet rajzolni. Itt a menüpontok közül ez a téglalap kijelöli az egész molekulát, és delete-tel ki is törölhetjük, és úgy tehetünk, minthogyha teljesen előről szeretnénk kezdeni ezt az egész építkezést. Itt középtájon vannak az elemek, választok mondjuk egy oxigént, az oxigénhez választok innen a bal oldalról egy kötéstípust, jelen esetben egy egyes kötést, vagyis választunk hozzá egy hidrogénatomot, oda kell vinni a kívánt helyre a kurzort, és egy kattintással
elkészül ez a vízmolekula, ami valójában ugye nem egészen korrekt, de ha rákattintunk erre a 2D-tú 3D feliratra, akkor láthatjuk, hogy a generálás után a 3D modell teljesen megfelel annak a molekula geometriának, ami itt indokolt. Itt pedig a bal oldalon egészen nyugodtan változtathatunk ezen a kinézeten, úgy, ahogyan azt a diákoknak meg szeretnénk mutatni. Itt fölül van ez a kereszt ikon, ezzel lehet megfogni az atomokat, és lehet módosítani, tehát egy kicsit közelebb vinni a valósághoz a szerkezetet, amit rajzolni szeretnénk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor akár ezt a molekula modellt lehet módosítani és létrehozni belőle egy másikat. Például legyen mondjuk az ammónia, ugye akkor az oxigén helyére egy nitrogént kell választani, és szükségünk van még egy egyes kötésre, meg egy hidrogénre. És akkor meg is volnánk, illetve hát nézzük meg, hogy megcsinálja-e a háromdimenziós részét is. Megcsinálja, átváltok mondjuk ilyen nézetbe. Ugye meg lehet beszélni itt a kötésszögeket. Itt megint megjelenik ez a piros figyelmeztetés, ezt kikapcsolhatjuk. És ahogyan az előbb is említettem, ezzel a kereszttel lehet módosítani, rövidíteni, hosszabbítani, vagy esetleg megváltoztatni a kinézetét a szerkezetnek. Illetve itt van lehetőség arra, hogyha bekapcsoljuk a színeket, akkor különböző színekkel jelöli az atomokat a program. Még egy érdekesség, a menüben, a Tools menüben minden felrajzolt molekula esetében elérhető egy ilyen információs kártya, az Information Card, rákattintunk, akkor egy adatbázisból kiolvassa, hogy mi a képlet, sőt, röviden leírja, hogy mi ez a vegyület, az ammónia, és ilyen molekulatömeget, meg százalékos, az atomok százalékos megoszlását mutatja, illetve olyan adatokat is, amelyek már túlmutatnak az iskolás tananyagon. Ha itt visszalépek, akkor visszajutok ugyanide. Még egy érdekes dolog, hogy ilyenkor, ha megjelent mondjuk itt az ammónia, akkor itt fönt a címsorban megjelenik a molview.org után per kérdőjel cid egyenlő 222. Ez a 222, ez az ammóniának a száma, a sorszáma egy PubChem nevű adatbázisban, tehát ez azonosítja ezt a vegyületet. Ez azért érdekes, mert ha ezt tudjuk fejből, akkor nem is kell megrajzolnunk, hanem be is hívhatunk egy vegyületet. Mutatok egy példát, mondjuk itt a 222 helyére beírjuk azt, hogy 1118, akkor ugye megint megjelenik ez a köszöntő képernyő, akkor bizony látható, hogy a kénsavat kapjuk meg, itt van a szerkezete, két dimenzióban, három dimenzióban, meg lehet beszélni a kötéseket, és mint előbb is láttuk, van itt is információs kártya, ami röviden leírja, hogy mi ez a vegyület,
és léphetünk is vissza. Hogyha ezen változtatni szeretnénk, mondjuk kénes savat szeretnénk csinálni, akkor könnyedén meg lehet tenni, ki lehet törölni, mondjuk egy atomot, és ilyenkor azt kell tenni, hogy újra létre kell hozni a háromdimenziós megjelenítését, és ha rákérdezünk, akkor már a kénes savról ad információkat ezen a információs kártya oldalon. Hogyha megnézzük itt a menüpontokat, akkor látszik, hogy itt több olyasmit is lehet, ami kicsit bonyolultabb, tehát például az elkészített szerkezeteket el lehet menteni olyan formátumba, ami különböző molekula szerkesztő vagy modellező programok számára is értelmezhető lesz. Itt ezek az export alatt levők ezek, tehát hogyha később elő akarjuk hívni, amit készítettünk, akkor ezeket lehet használni. Például a MOL az egy jól ismert molekula modell formátum. Arra is van lehetőség, hogy egy modellt egy weboldalba beágyazzunk, akkor használjuk ezt az embed menüpontot. Itt látszik, hogy ad egy ilyen HTML kódot. Ez az. Ezt kell beilleszteni az adott oldalba, egy blogba például, vagy egy tananyagba, ami mondjuk a webben van, és akkor ez meg fogott jelenni az oldalon belül. Egy másik lehetőség az, hogy ismerve, hogy van egy ilyen PubChem nevű adatbázis, itt lehet keresgélni is, tehát hogyha valaki szeretne valamit megtudni, tehát látszik ott a példában mondjuk az aspirin, rákattintunk, az aspirinre rá lehet keresni, akkor látszik, hogy itt alapadatok mellett itt van a száma 2244. Tehát, ha ide visszamegyek, és a 2244-et beírom, akkor meg is fog jelenni az aspirin, az acetilszalicilsav, és itt van a szerkezeti képlete is, és a háromdimenziós megjelenítése is. Hogyha ide visszamegyek, és beírok mondjuk egy képletet, például azt, hogy C6H12O6, mondjuk, és rákeresek, akkor látható, hogy ugye értelemszerűen az izomerek miatt elég sok lehetőségünk van, itt fel is sorolja őket, és hát ebben az adatbázisban több mint 100 millió vegyület van, úgyhogy van itt bőven választék, de az elsőt választom, mondjuk ezt az alfa-D-galaktózt, akkor itt kimásolom ezt a azonosítót, átjövök ide, bemásolom, és már el is készült, be is olvastuk. Természetesen szerves vegyületeket is lehet rajzolni, tehát nem feltétlenül kell csak nagyon egyszerű vegyületek meggondolkodni. Egy példa, ezt kitörölöm, egy példa mondjuk egy benzolgyűrű, és akkor csatlakoztassunk ide egy kötést, és akkor ez értelemszerűen egy toluol lesz, hogyha szeretnénk egy másik megjelenítést, akkor íme látható. Na most abban az esetben, hogyha szeretnénk
ezen valamit változtatni. Mondjuk például teszünk rá ide egy oxigén atomot, valamint hozzá kapcsolunk ugye egy hidrogénatomot, akkor rögtön meg is jelenik a vegyület. Itt, ahogyan már láttuk, ezzel a kereszttel lehet ezt ugye kicsit módosítani, hogy jobban megfeleljen a valóságnak, és ha ez megvan, akkor még ellenőrizhetjük itt a Tools menüpontban az információs kártyát, és látjuk, hogy ő szerinte is a fenolhoz jutottunk. Tehát ez egy egyszerű eszköz, egyszerű szerkesztő eszköz, online elérhető, gyakorlatilag rengeteg vegyületet meg lehet vele nézni, tanulmányozni, kötésszögeket megvizsgálni, különböző vegyületeket vagy molekulákat összehasonlítani egymással. Hogyha fehérjékről van szó, akkor itt eléggé sokrétű a megjelenítés, de az is lehet, hogy mondjuk egy adott vegyületnél mondjuk megnézzük, hogy milyen mondjuk a spektruma, hogyha éppen erre volna szükség, de ezek már kicsit túlmutatnak ez az infravörös spektrum a fenolnak. Ezek már túlmutatnak az iskolás céljainkon, viszont ha szükség van rá, akkor rendelkezésre áll.